ولا ذنبي، ده قلبنا هو اللي اختار. احط قلبك على قلبي وخلي ليلي الحب نهار، واقول لا ذنبك ولا ذنبي، ده قلبنا هو اللي اختار. اداري ويا المداري اخبي تحت المتخبي، يا حليلة يا حليلة قلبك على قلبي، يا حليلة يا حليلة قلبك على قلبي. احط قلبك على قلبي وخلي ليلي الحب نهار، واقول لا ذنبك ولا ذنبي، ده قلبنا هو اللي اختار. اداري ويا المداري اخبي تحت المتخبي، يا حليلة يا حليلة قلبك على قلبي. Úgyhogy inkább egy gyönyörű mesés Sírász Hotelben, Eger Szalókon, és hát hihetetlen vendéglátásnak vagyunk a szereplői, vagy hogy mondhatnám úgyis, hogy a főszereplői. És ha én szintén egy egzotikus lánynak tartom, mert pedig annak tartom most már több mint 9 éve, akkor azt gondolom, hogy ez a minimum, hogy megilleti őt egy ilyen kis ezeregy éjszak a világ, és eddig úgy vettem észre, hogy borzasztóan élvezi. Ő egy kis királylány, akinek kellenek ezek a dolgok, amikor tényleg ő maga is úgy érzi, és elhiszi magáról, hogy királylány. Itt most nem egyszerűen csak egy helyen vagyunk, ahol füstölő illat van, és tényleg ezeregy éjszaka, hanem azért tegyük hozzá, hogy Eger Szalók egyik legprofibb és legjobban felkészített wellness kultúrájának vagyunk a része. Úgyhogy én, meg Cynthia is én, amilyen szinten vagyunk wellness függők ilyenkor, hogy tényleg mennyire fontos nekünk az, hogy minőségi szolgáltatást kapjunk, tehát az maradjunk annyiban, hogy ez életem öt legszebb élményében benne van. Tegnap gőzszeánszon voltunk Abdullal, ami nagyon érdekes volt. Én megijedtem egy picit, amikor így egy vödör vízet így az emberek fejére locsolt kezdésnek, én így oké, lássuk a medvét, az oliva olajos masszírozástól kezdve a dőzsölésig, de ez mind tehát a hagyományos arab, illetve török fürdőben ezek a hagyományos dolgok, ahogy ez egy ilyen gőzszeánsz történik. Nagyon érdekes volt, utána masszíroztatás volt, masszást kaptunk Ferenc tőle, őt egy kicsit szó szerint azt mondta az Abdul, én most szétszedlek téged, aztán összeraklak. Úgyhogy utána Feritől bármit lehetett kérni, olyan szinte jól sikerült a masszázs. Én pedig egy ilyen nagyon érdekes bambuszrudas, meg egy ilyen csokis, arcpakolásos csokoládéba, azon kívül, hogy hozta a lány így a csokit, és már mondom, hú de beleharapnék, de hát 90%-os kakaótartalommal, és olyan keserű, hogy én még ilyen életemben nem kóstoltam, amikor nem megkóstoltatott velem egyet, és mondom, nem biztos, hogy több csokoládét eszem. Nagyon érdekes volt 8 évvel ezelőtt, amikor megnyitottunk, és a Siraz nevet megtaláltuk, aminek nagyon örültünk, hogy egy kedves barátunk volt is, és azt mondta, hogy annyira mesés ez a világ, és nekünk megtetszett ez a jelző, és ezért lett a mesés Siraz, ami ma már tényleg bennél és ismertnél.